becsukom az ajtót, és megnyomom a lábát. Új cukrászműhellyel bővült a Dunaföldvári Magyar László Szakképzőiskola. Németné Márton Renáta, az intézmény igazgatója elmondta, korábban csak egy konyhában tudtak dolgozni. A tanuló létszám növekedése indokolta a bővítést. Így akár egy időben tudnak tevékenykedni a cukrász, a szakács és pincér tanulók is. A fűtési rendszer az a teljes épületre vonatkozóan megújult, egy új hőszivattyús fűtési rendszer került kiépítésre, amely az épület egészét kiszolgálja. Az egyéb rész pedig ugye itt a mögöttünk is látható új cukrász tanműhely teljes kialakítása volt, új helyiségekkel és teljesen új berendezéssel került ez kialakításra, új korszerű gépeket tudtunk ide beszerezni, hogy az oktatás színvonalát tudjuk növelni. Az igazgató tájékoztatott arról, hogy a jövőben szeretnék az étteremrészt és a szakácskonyhát is fejleszteni. Ezt a nyári időszakra időzítik, így a munkálatok nem zavarják majd az oktatást. A 9. osztályban turizmus vendéglátás ágazaton ismerkednek mindhárom szakmával a tanulók. 9. év végén az ágazati alapvizsga után választanak igazából szakmát, hogy melyiket szeretnék elvégezni, és utána pedig 10-től duális képzőhelyre mennek ki a tanulóink. Ennek ellenére, hogy kimennek duális képzőhelyre, a tanulók vannak azért olyan alkalmak, amikor itt bent az iskolában, a tankonyhában is tudnak gyakorolni. Gavrilovics Pacs Rita szakoktató szerint a korszerű berendezésekkel és eszközökkel minden fontos munkarészt meg tudnak mutatni a diákoknak. Először ugye mindig az alapoktól kezdjük, hogy hogyan mérünk ki, megismerkednek a gyerekek az alapanyagokkal, megismerkednek a gyerekek ugye a termékekkel, amiket használunk, aztán ugye minden olyan eszközt bemutatunk nekik, ami a szakma használatához fontos, és igazából így tanulják meg azt, hogy hogyan tudják ezt jól használni, és hogyan tudnak minél szebb és minél igényesebb munkát készíteni. Barcs Dominika Maja korábban már elvégezte az iskolában a cukrászszakot, jelenleg szakácsként tanul a könnyebb elhelyezkedés érdekében. Általában az elejétől kezdünk mindent, tehát hogy a legapróbb dolgoktól, hogy kell dolgokat lássatok megtisztítani, megpucolni, utána apróra vágni, mindenféle előkészítést megtanulunk, és utána bonyolultabb folyamatokat. Az idei szakmai vizsgákra már az új tanműhelyben készülhetnek a diákok.